Híradónkat látják, köszöntöm Önöket! Szívesen folytat nyílt vitát, mondta ma Gröber Attila annak kapcsán, hogy Unger Tamás a Fidesz helyi szervezetének alelnöke tegnap sajtótájékoztató keretében intézett kérdéseket a pápai baloldali együttműködés polgármester jelöltjéhez. A helyi gazdaság fejlődése kapcsán a hét elején Gröber Attila ugyanis 2010 és 2013 között 4,6%-os iparűzési adó növekedésről és az 1%-ot el nem érő gazdasági növekedésről beszélt. Unger Tamás nagyobb arányszámokat említett. A helyi gazdaságfejlesztési stratégia is tartalmazza azt a grafikont, amely feltünteti az elmúlt évekre visszatekintve a befizetett helyi iparűzési adó mértékét. Ezeket a számadatokat, illetve az ezekből számított százalékos növekedést mutatta be tegnap Unger Tamás. Az elhangzottak szerint az iparűzési adó 2010 és 2013 közötti növekedése 10% feletti. Gröber Attila a hét elején ugyanakkor 4,6%-ot mondott, és reagálva Unger Tamás tegnapi felvetésére. Ugyanezt állítottam ma is. Én azt állítottam, és most is azt állítom, hogy 2010 és 2013 között a jogszabályok szerint befizetett iparűzési adó 4,6%-kal nőtt. Ezt állítom, ez a tény. A két grafikon a 2013-ban regisztrált befizetéseket nézve eltérő. Amit Gröber Attila ma bemutatott, az 1.033.526.000 forintról szól. A százalékos növekedés 2010-hez képest ezekkel a számokkal 4,6%. A gazdaságfejlesztési stratégiában megtalálható és Unger Tamás által is szemléltetett ábra 1.183.526.000 forint befizetett iparűzési adót tüntet fel, a százalékos növekedés ez esetben 10% feletti. 2010-ben az iparűzési adó 988 millió forint, 11-ben 938 millió forint, 12-ben 1.059 millió és 13-ban 1 milliárd 33 millió. December 31-éig ezeket az adókat fizették be. Nem én találtam ki, ezek a tények. Aki ebben szemben lévő állítást fogalmaz meg, az játszarozik a számokkal. Arról már gondolni sem merek, hogy egyébként pontatlanul használnak számokat, vagy később befizett iparűzési adót több évben is figyelembe vesznek. Az iparűzési adó befizetésére vonatkozó számadatai a polgármesteri hivatal illetékes osztályától származnak, mondta el újságírói kérdésre Gröber Attila. A baloldali polgármester jelölt hangsúlyozta, az iparűzési adó mértékének alakulásából nem lehet egyértelmű következtetést levonni a gazdasági növekedésre. Nagyon fontos azt is megjegyezni, és azt hiszem, hogy itt van köztük a legnagyobb különbség. Ez valóban érdemi különbség. Azt állítom, hogy az iparűzési adóból a gazdasági növekedés mértékét nem lehet meghatározni. Lehetetlen. Az iparűzési adót az árbevétel után fizetik a vállalkozók, és nem tudjuk, hogy mennyi a nettó árbevétel, mennyi a hasznuk, hanem csak az árbevétel után fizetik. Aki azt állítja, hogy a gazdasági növekedést meg lehet állapítani az iparűzési adóból, az vagy nem ért hozzá, vagy nem mond igazat. Azt is szeretném elmondani az újságíróknak, hogy ezt a problémát egyébként a testületi ülésen is felvetettem, és nagy örömmel szolgált, hogy a polgármester azt mondta, hogy valóban ebben igazam van. Gröber Attila úgy fogalmazott, a nyílt vitát is vállalja a számadatok, illetve a feléje intézett további kérdésekben. Arra a kérdésre, hogy ki alkalmas polgármester jelöltnek és pénzügyi bizottság elnökének, én nagyon szívesen vitatkozom, de azt tanácsom az alpolgármester úrnak, hogy mindenki először a házatáján söpörjön. Nagyon nehéz 4 éven vagyunk túl. Nagyon nehéz 4 éven. Húsgyár, termálfürdés, sok-sok probléma. És van olyan képviselő a Fidesz frakcióban, képviselőforban, aki a 4 év alatt, ebben súlyos időkben, 4 év alatt 3-szor szólt hozzá. A mikrovállalkozások adómentességének kérdésében Gröber Attila ugyancsak újságírói kérdésre elmondta, az elképzelés a kényszervállalkozókat érinti.
Nem az a célom, hogy az elmúlt 4, illetve 20 évet bíráljam, hanem az, hogy a jövőt építsük, egyetértésben a választópolgárokkal és a polgármesteri hivatallal. Ezt mondta tegnap a 6-os számú választókerület egyik polgármesterjelöltje, aki 46 éve él Pápán, a Lehel utcában. Az önkormányzati választáson függetlenként induló Gombkötő Károly választókerülete közel 2500 polgárának életkörülményeit szeretné javítani, erre vonatkozóan fogalmazott meg javaslatokat. A 6-os számú választókerületben található a Pápai Hús 1913 Kft. A cég az egyik legnagyobb adózója a városnak, sok száz pápai és környékbeli embernek biztosít munkát. A húsgyárral kapcsolatban fogalmazott meg javaslatokat első ízben a képviselőjelölt. Nagyon fontosnak tartom, és hogy ez a gyár továbbiakban is működjön, munkalehetőséget biztosítson itt dolgozók számára, és ezúton felajánlom segítségemet, üzleti, emberi, szakmai kapcsolatomat a polgármesteri hivatalnak, illetve a tulajdonos jogokat képviselő polgármesternek. A Pápai Hús fizeti talán a legnagyobb adótartalmat az önkormányzat adószámlájára, és ennek következtében az lenne a programom, egyik program elemem, amely a környezetét, a város, a húskombinát környezetét szebbé, elviselhetőbbé és hát tulajdonképpen élhetőbbé tenni. Gombkötő Károly véleménye szerint a Lehel utcai útburkolatot meg kellene szélesíteni, hogy alkalmas legyen a több tonnás áruszállító kamionok közlekedésére, és új parkolóhelyeket, illetve gyalogátkelőhelyet is létesíteni kellene a gyár oldalában. Az itteni közlekedési rend is változtatást igényel, fogalmazott Gombkötő Károly. Utak, járdák karbantartása, a vízelvezető árkok tisztítása, zöld területek gondozása, fák karbantartása, közvilágítás korszerűsítése, ezeket is fontosnak tartja Gombkötő Károly. Ugye ősszel most következik az ősz, hullik az őszi lomb, ezt össze kell takarítani, nem szabad, hogy maradjon az úttesten, a járdán, ezt össze kell takarítani a polgároknak is, ebben a részában természetesen a választópolgároknak, de mindenféleképpen a város üzemeltetés egyik feladata legyen. A téli időszakban a járdatesteket tessék szívesen letakarítani az ingatlan tulajdonosoknak, ami közterületi feladat, azt pedig szíveskedjen ellátni a közterületi feladatot ellátó vállalat. A független képviselőjelölt hangsúlyozta, amennyiben bejut a képviselőtestületbe, vállalni fogja, hogy a közmunkások tevékenységét felügyeli. Zsákot nyitok elnevezéssel országos önkéntes szemétszedő napot tartottak ma a nyitott tanulási központok. A Pápai Tanulási Központ is csatlakozott az akcióhoz, a tanfolyamokon résztvevők a Kisligetben gyűjtöttek hulladékot. A mai napon valamennyi tanulási központ és regionális iroda részvételével országosan mintegy 53 helyszínen tartottak szemétszedési napot az önkéntes gondnokság jegyében, tudtuk meg Németh Gabriella tanulás szervezőtől. A Teszed akcióhoz hasonlóan szeretnénk egy programsorozatot indítani ezzel. Ugye nyitott tanulási központok, a nyitok hálózat, és innen jött az elnevezés, hogy zsákot nyitok, szedjük össze a szemetet. A célunk az, hogy a településünkön, az iroda környékén, illetve az egész városban hozzájáruljunk a környezettudatos gondolkodáshoz, hogy tisztán tartsuk a városunkat, ezzel is segítve ugye a város előre menetelét. Jó páran részt vettek a pápai szemétszedési akcióban. A nyitott tanulási központ tanulói egy óra alatt meg is tisztították a Kisligetet. Szerencsére elég sokan eljöttek, ugye az irodában kitettük a felhívást, a hozzánk regisztrált személyeknek értesítettük, és 10-12 fővel vettünk részt ezen a mai akción. Az üvegektől a PET palackon át nagyon sok műanyag szemetet, chipszes zacskókat, nylon zacskókat, papír hulladékot, tehát elég sok mindent össze tudtunk szedni a mai napon. Folytatása is lesz a mai akciónak. A szemétszedést évente többször is szeretnék megtartani, mondta el Németh Gabriella. A tanulás szervezőtől azt is megtudtuk, képzéseik folyamatosan zajlanak, legnépszerűbbek az idegen nyelvi tanfolyamaik. Az év hátra lévő részében klubfoglalkozásokat és kézműves tevékenységeket is fognak tartani. A mai napon például utóbbihoz gesztenyét is gyűjtöttek a Kisligetben.
A Vörös Sándor Általános Iskola eszközállománya is nőtt a sikeres TÁMOP pályázatának köszönhetően, többek között meteorológiai mérésekhez szükséges felszerelést is vásárolt az intézmény, és ehhez kapcsolódóan új szakkör indult az iskolában. Az intézmény igazgató helyettese Pulai Róbertné szervezte meg a hatodikosok számára a meteorológia szakkört. TÁMOP-os pályázatunkon olyan eszközöket próbáltunk meg beszerezni, amelyekkel egy kicsit a természettudományos szertárainkat megpróbáltuk felújítani. És így meteorológiai eszközöket tudtunk vásárolni. 5 darab mobil meteorológiai mini állomásunk van, illetve van egy meteorológiai házikunk, amit itt az iskola udvarán szeretnénk majd felállítani. A szakkör célja a tehetséggondozás, és hogy a gyerekek tisztában legyenek az alapvető meteorológiai tudnivalókkal. Az lenne a lényeg, hogy ők megtanulják egyrészt, hogy az időjárásnak milyen tényezői vannak, azokat hogyan lehet mérni, hogy milyen grafikonokat lehet ezekből felállítani, és hogy az időjárás jelentésben ennek milyen fontos szerepe van ezeknek a méréseknek. Tehát, hogy itt ez lenne a cél, hogy a gyerekek ezt megismerjék. A meteorológiai házikó hamarosan kikerül az iskola udvarra. Az adatokat minden nap rögzítik majd a gyerekek. Kinyitjuk, akkor itt beesik a csapadék, és ezzel a kis edénykével tudjuk mérni, hogy mennyi esett eddig. Itt pedig a két légnyomásmérő van. Van 5 mobil műszer is. Ezeket a diákok hazaviszik, és ott végzik el a méréseket. Ezzel tudjuk megnézni, hogy milyen irányba fúj a szél, vagy hogy merről fúj a szél. Itt meg tudjuk nézni a szél erősségét, itt a hőmérsékletet tudjuk megmérni, itt pedig a csapadék mennyiségét. A szakkör vezetője azt is megbeszélte a diákokkal, hogy hova helyezzék el ezeket a mobil egységeket. Félárnyékos helyre, és lehetőleg távolabb a háztól. Mert ugye az épületeknek a falai, akkor elzárják a szelet ettől a kis szerkezettől. Szélerősséget, szélirányt, hőmérsékletet, légnyomást tudnak mérni a diákok, az adatokat naplózzák, és alkalmanként, illetve szélsőséges időjárás esetén mérési eredményeiket a helyi médiában is közzéteszik. Szent Mihály napja az őszi napforduló, ezután csökken a nap ereje és nő a sötétség. Eljeles naphoz kapcsolódóan országszerte szerveznek programokat, melyeket a közmédia is közvetít. Pápa is kapcsolódott a rendezvénysorozathoz, városunkban több helyszínen, a Kékfestő Múzeumban, a sportcsarnoknál, a főtéren és az Eszterházi kastélynál is sport, zenei és művészeti események várják az érdeklődőket szombaton. Pápa városát a Magyar Televízió kereste meg azzal a lehetőséggel, hogy a Szent Mihály napi országos programsorozatba és közvetítésbe bekapcsolódjon, mondta Unger Tamás alpolgármester. Pápa is lehetőséget kapott arra összesen mintegy 15 percben, hogy bemutatkozzon 4 alkalommal, megmutathassa azokat az értékeit, amelyek a városra jellemzőek, megmutathassa azt, hogy a pápaiak milyen elkötelezettek ezek mellett az értékek mellett, és egyáltalán a pápaiakat és a várost összességében lehetőségünk van bemutatni. A rendezvényhez egy gasztroelem is kapcsolódik. Igaz, nem pápán, de pápa is részt vesz ebben. A 25 település úgymond egy-egy nyersanyag fajtát ajánl fel egy közös étel elkészítéséhez, amelyet a Szentendrei skanzenben fognak elkészíteni. Az, hogy milyen ételről van szó, azt egyelőre nem tudjuk, mert információink szerint a felajánlás alapján találják majd ki, hogy milyen étel legyen ez, de lévén pápaiak vagyunk, és van egy húsgyárunk, ezért mi nagyon nagy örömmel ajánlottuk fel a pápai hús termékeit, és a pápai csülök, mint olyan képviselni fogja a várost ebben az ételkészítésben. Pápán szeptember 27-én a nyitó program 9 órakor kezdődik a főtéren, Mozdulj és játsz velünk címmel. A Művelődési Központ által szervezett nagy sportág választó keretében zenés reggeli tornát tartunk majd. Erre a reggeli tornára sok-sok sportegyesületet, tánccsoportot, iskolai diáksportköröket várunk, akik remélhetőleg egy jó hangulatú zenés tornában vehetnek majd részt. Délután 15 órától a sportcsarnok mellett az első nagy hangszerválasztó keretében a Bartók Béla Zeneiskola növendékei és tanárai várják a zenekedvelőket.
19 óra 30 perckor kezdődik a pápai tűztivornya az Eszterházi kastélynál. Lesz szélkötő Kalamona a teleszterionosok előadásában, világzene, hagyományőrző bemutató. Egy nagy tábortüzet rakunk az Eszterházi kastély udvarán, és a tábortűz körül a Szent Mihály napi hagyományok felelevenítésében és egy kis tüzes program élvezetére várjuk majd az érdeklődőket. Szeretnénk, hogyha minél többen lehetnénk, szeretnénk, hogyha a város értékeit, épületeit, tereit, csoportjait, művészeit megmutathatnánk a nagyvilágnak. Biztatunk mindenkit, hogy vegyen részt ezeken a rendezvényeken. Tehát Szent Mihály napi programok Pápán szeptember 27-én szombaton egész nap. Holnap kissé melegebb időre számíthatunk, részletek az időjárás jelentésben. Pénteken szórványosan kialakulnak még záporok, illetve többfelé szeles időre készülhetünk. A délutáni óráktól azonban már egyre többfelé szakadozottabbá válik a felhőzet, kisüt a nap, 15 és 20 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk. Kedves nézőink, ezek voltak csütörtöki híreink, várjuk majd önöket holnap is a híradóval, nézzenek minket, viszontlátásra!